Önkormányzati percek a Centrumban Soroksár. A nagy híradásokból nyomon lehet követni, hogy a fővárosi önkormányzatban milyen nagy léptékű az egész fővárost érintő beruházásokról és egyéb ügyekről határoznak. Viszont olyan dolgok is vannak, amelyek Soroksár szempontjából rendkívül lényegesek, és feltétlenül egy ilyen régen várt döntésről beszélgetünk most először, hiszen sikerült elérni, hogy... Tiszteletek, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, sikerült elérni azt, hogy a most kiírt térközpályázatban Soroksár is úgymond nyertes legyen, nem csak a többi kerület. Hozzáteszem, ez most már a harmadik ütem. Gyakorlatilag szinte mindegyik kerület nyert pénzt különböző rehabilitációkra. Nekünk az elkezdett programunkat kell folytatnunk, ezért a tündérkerttel kapcsolatos pályázatot adtuk be. Amikor bevittem a pályázatot, még nem sejtettem, hogy sikerül annyi pénzt nyerni, hogy azokat a további álmokat, amiket megálmodtunk, meg célokat, amiket kitűztünk, meg tudjuk valósítani. Ugyan több pénzre pályáztunk, de hát értelemszerűen a keret az véges, ezért mindenkinek kellett jusson annyi, hogy meg tudja valósítani azokat a beruházásokat, amelyeket kitűztött maga elé. Mi 100 millió forintot nyertünk, ez én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szép összeg. Így ebből kerekösszeg, ennek van egy ön része is, tehát az önkormányzat is valamennyit hozzá fog tenni. Én nagyon remélem, hogy nagyon sok olyan elemet tudunk ebből megvalósítani, amit megterveztünk. A első lépésben, amit bizton tudok mondani, hogy az a bizonyos futópálya, egy ilyen vörös színű gumírozott pálya lesz az, amelyik gyakorlatilag megvalósul. Így egy olyan sportkomplexum tud kialakulni a szigeten, amire már régóta vágytunk, hiszen ott van a multifunkciós sportpálya, a fitnessgépek, ott vannak a játszóterek, a egész piciknek, a kamaszoknak, ott van a közösségi tér, a régi csárdaépület, ami teljesen fel lett újítva, parkosítás megvalósult, és továbbiakban is még fogunk parkosítani, öntözőrendszer megvalósult, továbbiakban a másik résznek, az előső résznek, ahol a futópálya lesz, ott is meg kell valósítani az öntözőrendszert, és így egyre szépül, egyre épül ez a terület. Nagy örömömre szolgál, hogy múlt héten szombaton, amikor erőfényes napsütés volt, éppen lebicikliztem a szigetre, és nagyon sokan voltak kint, és egyre inkább ismerté válik ez a terület. Az, hogy a Duna mellett van, az, hogy egy nyitott tér, nem az a csúnya betonkerítés keríti most már be a területet, hanem látni lehet a Dunát, látni lehet a hattyúkat. Nagyon jó hangulatot tud teremteni, nagyon sok gyerek volt, szülőke, és már azt látom, hogy a Facebookon a szülők maguk rakják fel a képeket, amint edzenek, és közben a csemete meg a játszótéren játszik, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan beruházás, ami mindenkinek pozitív üzenetet, és igazából kellő és jó hangulatot tud teremteni, és mozgásra ösztönzi az embereket. És gondolom, hogyha valaki eddig még nem járt volna ott ebben a változatában a Molnár-szigetnek, a tündérkertnek, akkor a május 1-én ezt megteheti. Nem csak május 1-én, azt azért szeretném elmondani, hogy a Táncsics művelődési házat újítjuk most föl, és pontosan ebből adódóan azok a civil szervezetek, azok a programok, azok a civil szervezetek, akik a Táncsicsba szoktak járni, és programok, amiket egyébként ott zumbától elkezdve a sakkörig, a galambászkör és a többiek, le tudnak menni a tündérkertbe, és le is mennek, hiszen a Táncs is most be van zárva. És ezért egyre több ember ismeri meg, és nyilván szárhagyomány útján terjed, és az emberek kíváncsiak lesznek, hogy hát ha azt mondta a Marika néni, hogy milyen jól néz ki most az a terület, akkor menjünk nézzük meg, és gondolom, hogy egyre többen fogják meglátogatni. Egy kicsit följebb a tengerszinthez mérve, ugye ott húzódik a Grassalkovics út, és ön annak idején elég sokat dolgozott a fásítási programon. Van-e újság? Igen, ez megint csak tegnapi nap folyamán, illetve döntött a bizottság, két bizottság is, a gazdasági és a közbeszélési bizottság arról, hogy most már végérvényesen megvan a kiválasztott közbeszerzésen kiválasztott kivitelező cég, meg fogják kötni
hamarosan a szerződést, és amint a szerződés megvan, akkor értelemszerűen a kivitelező felvonulhat a területre, és elkezdheti a munkát. Egy probléma van csak, hogy ugye jön a nyár, és a nagy melegben nem érdemes, nem is igazán lehet fásítani, ezért a kezdeti munkálatokat is kicsit később, talán nyár utóbb, inkább ősz elején fogják elkezdeni, fel kell törni a betont, bekerültetni a növényeket, és ami egy külön öröm számomra, mert egy olyan ötlet támad, hogy ha már egyszer ezt a nagy munkálatot a Török utcától a Vecsés útig megcsináljuk, és szépítjük a kerület ezen területét, akkor mindenképpen szerencsés lenne, hogy egy olyan világítást biztosítsunk ennek a növénysávnak, ami alulról kihozná ezeknek a növényeknek a szépségét, és este, amikor nem csak fölülről a nagy lámpák világítják, hanem alulról egy különleges képet mutatnának a növények. Most azt sikerült elérni, hogy ebbe a pályázatba ugyan nem voltak a tervek, nem volt benne a tervekbe, de sikerült betetetni azt, hogy a kábelek le legyenek fektetve, tehát hogyha sikerül pénzt keríteni, mert ez nem egy kis összeg, akkor már ott a talajba ott lesznek a kábelek, és már csak rá kell kötni az adott lámpákat, és gyönyörűen világítani fog az egész Soroksár, illetve a Grassalkovics út. Tehát akkor a földbe süllyesztett vezeték az egy nagy eredmény, mert tényleg nem olyan egyszerű, gondolom, hirtelen átállítani a tervezésnek a fogaskerekeit. Hát már kész volt a terv, amikor ez az ötlet jött, és ezúton szeretném megköszönni egyébként a budapesti dísz és közvilágítási Kft.-nek azt, hogy gyakorlatilag ebben nagyon pozitívan közreműködtek, és nagyon kedvesen álltak a dologhoz. Mi újság a Dracula házzal? Ugye ott sikerült végül is eljutni addig a pontig, amikor már érdemben tehet valamit a soroksári önkormányzat. Voltak-e meglepetések? Hát igen, érdemben tehetünk. Most már átvettük az épületet. Hát úgy, ahogy a tisztelt kedves lakosok látják, kívülről se néz ki valami jól, na, de aztán belülről még cifrább a helyzet. Úgyhogy akkor, amikor átvettük, természetesen átnéztük az épületet, de hát mint laikus, tehát nem szakemberek által pontos felméréseket végezve tudtunk akkor véleményt mondani. Tehát nem beszélhetünk egy olyan műszaki felmérésről az első lépésbe, ami most következik, amire gyakorlatilag most már az önkormányzat zöld utat adott, és végig fogják azok a szakemberek, tisztelt szakemberek, akik ehhez értenek, fel fogják mérni a területet, illetve az épületet, hogy értelemszerűen statikailag a gerendák, az üveg, meg egyébként mindennek, az ablakoknak a minősége milyen, és hogy mit kell kicserélni majdan, amikor ez a műszaki felmérés megvan, akkor utána nyilván apró léptekben, mert ez egy nagyon-nagyon nagy beruházás. Azért figyelemmel kísérjük, és kísértettem egyébként a kollégákkal azt, hogy hol lehetne, milyen úton lehetne pályázni pénzre, mert lényegesen egyszerűbb benne, hogyha megint csak külső pénzből lehetne megvalósítani ezt a projektet is, vagy ezt a beruházást is. Láttuk, hogy ön is ott volt Erzsébeten, amikor átadták a Soroksárt is kiszolgáló tűzoltóság új híradószobáját. Nem csak vizitálni volt ott, milyen ügyeik voltak közösen. Nekem a tűzoltóság az régi szívem csücske, fogalmazunk így, még évekkel ezelőtt, amikor egy alkalommal, évekkel szerintem egy olyan 7-8 évvel ezelőtt egy alkalommal meghívtak, hogy bemutassák, hogy milyen körülmények között dolgoznak a kollégák, akkor mondhatni a szívem szakadt meg, és akkor is elindultam, és próbáltam talpalni, és akkor sikerült a két önkormányzattól pénzt szerezni, és akkor burkolták le gyakorlatilag az előcsarnokokat, hozták rendbe a tűzoltók szobáit, tehát nagyon sok mindent, aztán utána a konyhát helyre hozták, de mindkét önkormányzat valóban nagyon-nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy segítsen és biztosítsa azokat a körülményeket, ami egy ilyen munkához mindenképpen elengedhetetlen. Kicserélték most,
gyakorlatilag a híradós helyiség lett teljesen felújítva, és kamerákat helyeztek kívülre. Nagyon érdekes volt ismételten látni azt, hogy azért megint fejlődött, és az az öröm, és pont amikor megérkeztünk, akkor egy riadó volt, és láttuk élőben. Igazi volt. Egy tűz esett valahol egy teraszon, egy tömbházba, és élőben láttuk, hogy vonulnak föl, és hogy ott mindenkinek félre kell húzódnia, mert olyan iramban mennek a tűzoltók, hogy gyakorlatilag nem néznek semmit, tehát föl is lökhetik az embert, és így keményen a falnak szorítottuk magunkat, de nagyon élvezetes volt látni. És örülök, hogy segíteni tudunk, és hát eseménymentes napokat kívánok a tűzoltóknak, ha lehet azt mondani, mert akkor biztos, hogy nincs baj. A fővárossal kezdtük, és most a vége felé is egy főváros által finanszírozott projektről kérdezem. Ugye 3 kerületet érint egy hatalmas kerékpárút beruházás. Azt lehetett tudni, hogy sikerült keretet kapni rá, lehetett tudni, hogy aránylag gyorsan meg kell valósítani, de hát ez nem szokott olyan egyszerű lenni. Hol tartanak? Igen, amit azért helyesbítenék, nem a főváros által finanszírozott, a főváros pályázott egy KEOP pályázatra, egy operatív programon belül, és a főváros mint fő pályázó, mi pedig a konzorciumi tagok vagyunk, a 3 kerület, Csepel, Soroksár és Pesztent-Lőrinc. Nagyon bonyolult, tehát azért azt tudni kell, akár Európai Uniós projektről beszélünk, akár egy államinak finanszírozott, vagy kettős struktúrájú projektről, azért nem egyszerű összerakni egy ilyen projektet. Nagyon sok sziszifuszi aprólékos munkával, terepmunkával és tervezéssel jár. Így gyakorlatilag most meg kellett egy kerékpár forgalmi tervet csináltassunk, aminek az az alapja, hogy ki kell menni az adott területre, felmérni, hol lehet azt a kerékpárutat elvinni. Értelemszerűen nem mindenütt építünk kerékpárutat, hiszen hogyha egy meglévő aszfaltozott úton halad majd tovább ez a kerékpársáv, akkor ott csak föl kell festeni a kerékpárutat. Tehát minden aprólékosan át kell nézni, és itt a minisztériumtól elkezdve a tervező cégig, az önkormányzatok szakcégei, a 3 önkormányzat döntéshozói, a fővárosi szakemberek, az ottani döntéshozók összességében össze kell dolgozzanak annak érdekében, hogy sikeresek legyünk, mert eléggé be vagyunk időben szorítva ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni. És nagyon oda kell arra figyelni, hogy hol megy ez a bizonyos útvonal. Egyeztettünk egyébként a civil kerékpáros klubbal is, akik ötleteket adtak, de hát ez is egy olyan dolog, hogy fel kell mérni, hogy merre tudjuk vinni az utat, mert ha egy olyan területen megy, ahol számos telket kell kisajátítani, akkor iszonyatos pénzbe kerül az önkormányzatnak. Meg kell találni a legideálisabb útvonalat, ahol a legkevésbé érinti a magánterületeket, hogy kisajátítsunk. Ugye a lakosok se örülnek annak, hogyha saját telkéből kisajátítunk, ugyanakkor meg nekünk is az a legjobb, hogyha nem kell ebbe pénzt befektetni, hanem olyan útvonalon visszük, ahol egyenesen tud menni a kerékpárút. Úgyhogy haladunk előre, és gyakorlatilag most már ott tartunk, hogy hamarosan el kell kezdeni a valódi terveztetését ennek a kerékpárútnak, tehát ott minden kritériumnak meg kell, hogy feleljen az a bizonyos terv. Itt a kresztől elkezdve meg lesz vizsgálva a talajminőség, és minden, a lehetőségek, a 30-as táblák, tehát nagyon-nagyon komplex maga az egész terv, de ha meg lesz, akkor nagyon jó lesz, mert a futópályán kívül most már kerékpár, bringa, nagy összefüggő bringautunk is lesz. És lehet, hogy tervezés közben ott, ahol probléma az útelvezetés, az IT filmben látott módszert is lehet alkalmazni, amikor levegőbe emelkedtek a kerékpárosok, úgyhogy sokféle lehetőség rendelkezésre. Köszönjük szépen, jöjjön máskor. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.